Elhogy mindenkinek helyre vagyok, és visszatértünk az XCOM 2 végigjátszásunkba az előző epizód végén. Nos, bejöttek ezek a csodálatos Dark Eventek, és igazából ezt a másik Power Code-ot is elkezdtem kiásni, ugyanis most nincs szükségünk Proving Groundra, se Advanced Warfare Centerre, hiszen Armory, New Soldiers, mindenki totál rendben van, aki itt van. Volt nekünk egy Brittany Floresünk, azt hiszem. Ezen túl hívják, hogy Mark Lechner, és ráadásul még férfi is lett. Szóval tök jó neki, gondolom, vagy tök rossz. Kinek mi? Értitek? Oké. Oké, mindjárt kész van a Shadow Project. Hoppá! Ott a Project nincs értjét. Oké. Oké, szóval... Wow. Ez egyből kettőt csinált? Na ne is szórakozz velem, jó? Egyből kettőt, azért az komoly. Commander, the aliens continue to make progress on the Okay. project. If we're going to slow them down, we'll need to move fast. Oké, hát ezt megcsináljuk. Hoppá, jaj, a Shadow Chamber. Still can't believe it's come to this. I truly hope those gruesome images are the worst of what we find today. They're slaughtering us, Doctor. What could be worse? We're about to find out. I've patched the Shadow Chamber directly into the ship's computer. It's been sifting through the material we recovered non-stop since our return, cataloging sequences. Genetic sequences. In near infinite combinations. Yet all bearing similar genetic markers. Human markers. There must be thousands of them. Tens of thousands, and the procedure is still nowhere near complete. Which is why we need the ship's computer to find out where they came from. By cross-referencing them with the data we've managed to hack from the Advent network. It's an admission file from one of the gene therapy clinics. Hey, ez az avatar logó. Avatar. Just what exactly is in that vial? In my worst nightmares, I would never have imagined. Doctor. I believe we have found the missing civilians. That's impossible. The gene clinics. Millions of people just looking for help. Medically screened and selected. Suitable candidates taken to that contemptible facility to be processed, refined into the material we now possess. But why do this? I could not begin to fathom a guess at this point. There exists no research that would ever warrant this. It's genocide, Doctor. And these people are walking right into it. We may not know what they're doing with this stuff, but I think I can find out where it's going. Got it. Ez gyors volt. High security production facility. Standard defensive complement. Then I strongly suggest we pay them a visit, Commander. Agreed. The information we gain could prove invaluable toward stopping the aliens' true agenda. Okay, szóval bemennek a... New objective added. Okay, szóval bemennek... Lássuk csak, hogy ezt jól értem-e. It looks like we've got our work cut out for us, Commander. Bemennek... az emberek a klinikákba, és onnan pedig egyszerűen fogják őket és elviszik totál máshova. Commander, we have the coordinates of the Alien Forge facility. I've marked its position on the map. We'll need to contact the local resistance before we can attempt to move in, though. Az jó forst, tehát 1, 2, 3. Hát az jó messze van. Lemenni fogni, hogy visszaviszik egy ott az Avatar projektet, de egyszerűen túl messze van. Amúgy mindenképp erre fogunk menni ehelyett, ezzel még kapcsolatban sem tudunk lépni, és ez is 120 szinten igaz, de... akkor is. Egyszerűen először ezt fogjuk csinálni majd. Jó. Szkennünk tovább. Lirium, oké. Jó, szóval most már lehetnek plazma fegyvereink is. Jim Condit, igen.
ha lenne elég előrünk kristályunk, ami még nincs, addig csináld az Archon autopsit, mert attól lesz faszakardunk. The Archon is an unusually ornate design by alien standards. With an air of authority spurred by its distinctive appearance, I can only assume the aliens intended it to be something of a herald to the other forces. Okay. I had fully expected to find that the aliens were Strategic resource located. Hát azért a 77 supply az nem volt valami sok, azt lássuk be. Oké, szóval mindenképp kell ez az intel. Oké, okay. Hát jó, akkor szkennelünk. Supply drop. Lássuk csak, mi történt. Oké. Ilyen feszítkán szektet, igen. Ott a Progress 3, de viszont újját nem szabad mondani, viszont lejjebb vittük az Avatar projektet egyel, csak nem többel. Oké, okay, ejtettem át. Rapid response. Guaranteeing, oké. Okay. Ezt nagyon-nagyon meg szeretném csinálni, de nagyon-nagyon meg szeretném azt tud csinálni, de az a helyzet, hogy egyszerűen kapcsolatba kéne ezekkel lépjünk. Nagyon-nagyon kapcsolatba kéne ezekkel lépjünk. Mennyi idő lenne ezt megépíteni? Cost 50 supply. És akkor hogy is lenne? Akkor sokkal kevesebbe kerülne, igaz? Az 50 supply-t ezt meg tudjuk engedni magunknak szerintem, bőven. Oké. Okay. Hoppá! Ja igen. Jó, continue training. Oké. Depending on who you ask, psionics could be considered the alien's greatest strength. Now our own psi operatives can tap into that same power. Oké, okay, zsír. Szóval tudjuk tovább képezni. Domination. Legyen insanity. Legyen insanity. Oké, okay, jó lesz ez. És akkor megkapta az Inspire-t, az jó, azt tök jó, elméletileg az nekünk tök jó. Jó, akkor szkennelünk tovább picikét. Majd építjük tovább a relénket. Supply raid. Most nem, most ezt meg kell akarjuk építeni. Jújjúj, oké. Jó, ezt meg kell csináljuk. These are the tactical projections for our next field operation. Okay. So van Arcanum Codexünk, Heavy Lancerünk, Elite Trooperünk, Advanced Officerünk, Mutonunk és Viperünk. Jó. Csináljuk meg. Igen, a Codextől már tartanunk kell, hiszen hiszen az történt, hogy ugye a múltkor megszkenneltük őket. Very difficult. Oké. Okay. Jó, akkor Norbertet szeretném igazából. Nem kell Schooljack. Legyen flashbangünk, az mindenképp, arra mindenképp szükségünk van, mert a kódexet meg flashbangeljük. Akkor az fog történni, hogy nem tudja klónozni magát, mert mondjuk a kódexek tudják magukat klónozni. És nem szeretnénk, hogy klónozzák magukat. Tudunk valami fegyvert építeni? What can I do for you, Commander? Ebben a száján, igen, Eli még úgy sincs, szóval nem kell aggódni. Oké, okay, akkor így fog menni a küldetésre. Jó. Akkor így fog menni a küldetésre, szuper raid. Oké.
Viszonylag standardok vagyunk. Van hackerünk, szóval az úgy királyság. Oké, és a faszák a gránátjaink is. Jó, mert jó lesz ez. Király lesz ez. Skyranger deployed. In position to drop. Nem akarok beszólni, de ez a Skyranger totál átment a fán. Csak szólok, jó? Oké. Ami nagyon király, az az, hogy ez nem körre megy. Mármint nem időre megy, értitek? És nyugodtan tudunk haladni. Lássuk csak, hogy működik a pályadimenzió. Itt van az egyik vége. Itt van a másik vége. Szóval valószínűleg itt sokan nincsenek már. Remélhetőleg. Oké. Warden, gyere csak ide. Először is, és lásd meg, hogy mit látsz. Hoppá! Hoppá! Az baj. Az erősen baj. Igen, természetesen ott van a két kódexünk. Nyomhatnánk egy killzone-t. Így. Ha felfedjük magunkat, akkor mit tudunk csinálni? Lássuk csak. Boldogot ide tudjuk tenni valahova, akár kezdhetnénk egy rakétával, ami tök király lenne. Tudunk kezdeni egy rakétával? Ha még akár innen is. Viszont a plazma 5-től 6-ot sebez csak. Szóval tudnánk kezdeni egy rakétával. Utána Coolman is tudna csinálni dolgokat. Akkor Krasz, gyere ide. Először is. Ki tudnál lőni ide a rakétát, jó? Bossman is. Tudna innen csinálni dolgokat. Bones pedig innen. De mondjuk őt lehet, hogy hagyd... Nem. Position confirmed. Akkor van kicsit téged féltelek, leginkább. Okay. Ó, ezt flashbang, igen. Oké, próbáljuk ki, próbáljuk meg. Jó, azt mondja, hogy killzone. Area on lockdown. Jó, őrködj. Őrködj. Örködj. Vagy nem nagyon akarnék örködni, mert a kódexek. Lehet van akár 100%. Ó, örködj te is, jó? És akkor kezdjük a rakétával. Így, bújjá. Jó, az már alapból jó sok sebzés volt. Csak ne szerezzed meg mindet az Arkan. Hogy már egyből klónozódnak. Hogy már egyből klónozódnak, oké. Okay. Írd ki. Fenébe. Jó, az 8 sebzés, az jó volt. Az nem talált, az gáz. Ennyi? Ennyi volt a körünk? Gyerekek, ez nem menő. Ennyi volt a teljes körünk? Blaze Storm! Baszki! Igen, de? Jó, akkor most nyír ki. Ez az! Hú! Oké, érjünk kor, nagyszerű. Teleportál, jó. Ez nem olyan vészes. Ez már igen, innen ki kell menni a picsába. Ezt tudjuk nagyon jól, hogy innen ki kell menni a picsába. Mert az akkor fájni fog mindenkinek.
Hú, pici kódexek. Oké, nem haltál meg, ne pánikolj, nem haltál meg. Jó, mi jövünk. Oké, kobra, hogyha lenyesed, akkor mennyi esélye van a nyesésre? Az úgy egész jó. Szóval gyere, nyesd le. Jó, és akkor meg kell halljon a másik kódex is, nem? Akivel nem halt meg. Oké, semmi baj. Overwatch! Fuck you! Oké, semmi baj. Mellőtt. Oké, már csak egy darab kódex maradt, azt pedig le tudjuk akár gránátozni is, hogyha szükséges. Jó. Valószínűleg az lesz. Ahol nem tudjuk legránátozni. Oké, az baj. Queen Bee, te is mondom, hogy vissza ide. Ó, igen, tényleg gránát nem sebez olyan sokat. A plazma, hogyha jól talál, akkor megöli. Ha jól talál. Jól fog találni. Van-e más esélyünk? Más lehetőségünk, bocsánat. Hát nincs. Plazmagránátunk van. Christ! Toljad, tesó, toljad, menni fog. Hadsebzés. Hadsebzés. Max sebzés. Basz meg! Azt hiszem, nem tud klónozni. Azt hiszem, már egy HP-val nem tud klónozni. Fuck you, egy HP-val is tud klónozni. Ami azt eredményezte, hogy teleportált. Free reload, yeah. Erről totál megfeledkeztem. Oké, adj egy nagyon-nagyon gyors aid protokolt. Kobrára, úgy. Valószínűleg lőni fog, valószínűleg onnan fog lőni. Jó, te tölts újra. Akkor te pedig bölködj. És akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Igen, az ott robban, de nem sebzett senkit, jó? Oh, fuck you, elszaladtál. Miért? Miért szaladtál el? Oké, szóval gyakorlatilag a nehezében meg vagyunk. Az egy kódex már nem tud klónozódni, ami tök jó, az a legnagyobb probléma a kódexekben, ugyebár. Ki tudom, minden szkennel, ki tudunk simán lőni egyet. Meg tudjuk mondani, hogy hol van igazából a kódex. Oh fuck, még egy arkan. Fuck you, még egy arkan. Ezt rosszul csináltam. Először újra kellett volna töltsek, és utána kellett volna menni. Dashelni mind a két emberkémmel. Mármint dashelni. Vágni. Mert ez így most nem lesz olyan jó nekünk, jó? Tölts újra. Örködj. Gyere ide, Norbert. És akkor tölts újra, jó? Queen Bee. Utána csak örködj, jó? Bocsánat, Longwatch, így. Meglátjuk, hogy mit csinál a kódex. Ugye csak a kódex aktív. Kódex. Nem be concealed? Kódex nem fog csinálni semmit? Oké, Kobra, gyere eddig fel, jó? Nem látsz teljesen semmit? Érdekes. Nyomj egy healed. Mindenképp. Igazából mi ráérünk itt üldögélni?
Éj, nem vagy meghílelve. Mi a fene? Mi a f... I'm on it. Fire shots. Overwatch. Mi a fene? Igen, tudom, hogy éjeszed az erőt. Jön akkor, júj! Oké. Okay. Kódex nem akar annyira jönni. Na jó, meg vagy híle, oké, csak nem láttuk, jó. Viszont, hogyha ide őrködnek, akkor lehet, hogy inkább igazából itt kéne maradni. Ha Codex nem jön, akkor nem olyan vészes az. Nem olyan vészes az, hogyha ide jön a Codex. Illetve, hogy holt marad, bocsánat. Tudod, nem egy kérdezont, igaz? Hát már nem, persze, mert beléptünk, oké. Okay. És akkor te is gyere fel valahova, RG. Bosszant, te pedig őrködj, és akkor hát, hogy ide jönnek, ha ide jönnek, akkor az fájni fog nekik. Az Arkonék mozognak egy kicsit. Codex! Oh, fuck you, miért izelted az Arkant, Istenem? Oké, okay, hát ez problémás. Lehetne rosszabb is, maradjunk annyiban. Lehetne sokkal rosszabb is. Csak ők ne vegyék észre, ők ne vegyenek minket észre. Oh, fuck you. Fú. Jó, viszont hogyha ennek vége, akkor talán ennyi az egész küldetés. Hogyha ezt valahogy túléljük. Oké. Okay. De hogy csak mit tudunk itt csinálni? Ki tudjuk lőni a világ legkirályabb gránátját. És ezzel megöljük a Codexet, és megöljük a, majdnem megöljük a kígyót is. Tehát mindig concealed vagy, azt nem árt el nem elfelejteni. Itt van a nagyobb baj szerintem, ott van a nagyobb baj. Akit a Longwatch-sal látsz minden létező dolgot, ami tök jó. Majdnem minden létező dolgot. Legtudtibb neked ő lenne, igaz? Oké, okay, szerintem először kilőjük a gránátunkat. A plaz... A plazmát, valahogy így ide. Valahogy így. Nagyszerű, és aztán meg is halt a kó... Yes! Meghalt a kígyó, nagyszerű. Meghalt. Meghalt, rekt lett. Oké, tudnánk dobni egy flashbanget. Úgy, de még mennyire tudnánk el dobni egy flashbanget. Oké. Dobd el a flashbanget. Jó. Killzone-t hogy tudod megcsinálni, hogy jó legyen? Elmezzelek, ezért nagyon jó lenne Killzone-nak. Jó, akkor csináld meg. Kimaradt még. Ez majdnem ott vagy. Majdnem ott vagy helyben. Én beszaladnék, de félek, hogy tud counterelni, mert ugye ezek tudnak counterelni már ezek a szemetek. 5-től 6-ig, tehát lehet, hogy meghalna. Nem, 5-től 6-ig 7 élete van, akkor nem halna meg. Matek. Alap szintű matek. Viszont, hogyha 2 gránátot dobunk, akkor már meghalna. Kérdés az, hogy dobunk-e 2 gránátot, megérje. Und los geht's! Egyet mindenképp. Nimm das! Egyet mindenképp. Oké. Okay. 3 élete maradt még. Igazából szerintem Bones is megpróbálhatna innen lelőni. Heading
mondjuk. Ja, a 69% az nem olyan szar. Gyerünk, Bones! Ez az királyság, ügyes voltál. Szuper. Jó, hát akkor te meg... Tudnál jönni valahogy flankelni? Szóval be tudnál ide valahogy szaladni, akkor... Na mondjuk nagyon úgy se jön. Ez egy Stun Lancer, az egy Advanced Trooper. Innen látsz mindenkit. De inkább csak őrködj. Jó, hogyha neten csinálnának valami csúnyát. Vagy megpróbálnának csinálni valamit mégis. De nem hiszem, hogy fognak, hiszen... még mindig el van baszva szegényeknek a fejük. Killzone? Killzone? Gyerünk, nyírt ki. Semmi baj. Oké, ez kettőt lépett, tehát ez nem... Nem gáz. Igen. Wow! Ő pedig onnan is szintúgy lőni fog. Killzone? Semmi baj, megpróbáltad. Bum. Oké. Okay. Szóval, megpróbálnánk azt, hogy hogy kettőt nyesünk ezen a csúnyán. Ugyanakkor meg is lőhetnénk először. Lőd meg. Nyírd is ki. Nem baj, a 7 talált az nagyon-nagyon sok. Ez rengeteg. Jó, vagy még egy csomóféle fajta gránátunk. Jól van, lőd ki a plazmát. Mert miért is ne? Nagyszerű. 4 élet, az gyakorlatilag már nem is él. Jó, még van egy sav gránátunk is, igaz? Amit ki tudnánk valahogy... Tehát, ha meg lenne a savgránát, akkor a célunk az lenne utána, hogyha őt is be tudnánk savazni, akkor szerintem totál jó lenne az, hogyha veled, Norbert veled befutnánk, hiszen rajtad van az a csoda mellény, amitől gyakorlatilag hát nem az, hogy nem lesz semmi bajod, de nagyon kevés. Viszont akkor veled le kéne őt nyesni, szerintem. Mennyi az esélye annak, hogy eltalálod? 73 csak. És egy lövésnek, egy run and gunnak. Hop. Ez az. Oké, ilyen kell nekünk, jó. Ez kellett nekünk. Ezt akartuk. Oké. Zsír. De viszont Bones nem fog... Bones tud dobni gránátot, igaz? Neked mennyi esélyed van az ilyen találatoknak? Miért van sokkal több esélyed? Neked, mint Kellynek. 73, 80 akármennyi. 80 akármennyi. Miért van sokkal több esélyed, mikor gyakorlatilag Kelly a ezés? Sertegéphoz. Jaj. Shadow Strike miatt. Igaz? Itt. Shadow Strike. Jaj. Oké. Akkor őt meg tudod ölni, gyakorlatilag. Ő meg van halva, hogyha őt megölnéd, meg tudnád ölni, csak így nyes. Jó. Meddig tudod eldobni a gránátodat? Elég messze, hogy akár megöld az Arkant is, szóval... Gyere ide! Iron G. És öld meg az Arkant. 4-től 5-ig, még 4-től 6-ig, még hogyha 4-et is forgat,
Akkor is meghalt. Jó, akkor őt most nyersd le. Spider enemy, hát nem számít. Hoppá! De semmi baj, lehet sztánolva, szóval nem, nem vészes. Oké. Okay. És mi a téged, csak megpróbálnak innen meglőni. Rekt! Nagyszerű. 12 sebzés. 12 sebzés! Oké, okay, descent removed. Acid burn. Oké, okay, még mindig meg vagy sztánolva. Jó, akkor kivel kéne feedelni? Tehát te már major vagy, neked már nem igazán. Veszünk Norbertnek. Norbertnek vagy Iron G-nek? Mivel, hogy nincs? Nincs egy rendes fantomunk még annyira, mint amilyen... Ó, nem értéket a küldetés. Akkor viszont már sok minden nem lehet. Sok minden már nem lehet hátra. Akkor tölts újra? Szinte biztos voltam benne, hogy ezzel véget ér a küldetés. Oké, okay, semmi baj. Pozícionálunk, hogy jó legyen, és akkor kilövünk egy szkennert. Fú, Coolman, szerintem ez a hosszabb út, már meg se haragudj. Kilövünk egy szkennert valahova ide, mondjuk. És megnézzük, hogy van-e ott valaki. Pont nincs, semmi baj. Semmi gáz, oké, okay, gyere ide, Queen Bee. És tölts újra. Bocsánat, így. Jó, örködj. És örködj. Igazából, ha itt maradunk és örködünk, akkor előbb-utóbb fogjuk hallani azt, hogy honnan jönnek. Szóval, értitek, akkor miért ne örködnék? Hoppá! Te mi a fene vagy? Te mi a fene voltál? Oh, hey, hey, Advent! Oké, okay, akkor már csak ők maradtak, jó. Ú, az a Long Watch! Oké, okay, valaki meghalt. Advent Officer vesz kielti, jó, nagyszerű. Jó, volt bátán. Majd csak ti vagytok ketten. Mennyi az esélye annak, hogy megölöd? 80 akár mennyi csak, és még lehet, hogy meg se ölöd, az nem jó. Viszont, hogy ide tesszük Christ. Adj neki! Ez fájhatott, igen, igen. Jó. Két sebzés. Oké, okay, Norbert, toljad, nyírd ki. Nagyszerű. Oké, okay, kobra. Queen Bee, ó, oh, Queen Bee, te még látod? Hú, ez nem olyan nagy lövés mondjuk. De figyelj, próbáld meg most, mit tudsz csinálni. Get wrecked! Azt hiszem? Királyság! Nagyszerű! Nagyszerű! Ó, oh, Queen Bee, nem fogsz meghalni, ne aggódj, jó? Major, Deep Core, Untouchable, Skill... Jó, oké. Okay. Szóval, hogyha valakit megölünk a körünkbe, akkor a következő támadás ellenünk biztos mellé fog lőni. Mellé fog menni, nagyszerű. Bones, Covering Fire szerintem mindenképp.
Elsőtégedben elleni... Enemy action, igen. Igen, Covering Fire, mert később van egy olyan képességed, ez ugyanaz felező tűz pont, mint az XCOM 1-ben. Enemy unknown. Itt van egy, azt hiszem ez a képesség az, hogy ha csak mozgunk egész körön át, ugye mind a két lépéssel, akkor akkor Overwatch-ba kerülünk alapból. És mi az, hogy 4 Elyriumkor? Gyerekek, mi az, hogy 4 Elyriumkor? Lone Scientist. As we rapidly develop and deploy advanced new technologies, any recruits you encounter with a proclivity towards the sciences would be of great use to me. New orders, Commander? Okay, szóval te mindent meg tudsz építeni, ami létezik. Ezt csinál meg. Első soron. Első körben. Supply the available. Okay. Fire Axis! mit Fire Axis? Oké. Okay. Szóval gondolkodjunk egy kicsit. Először is kell-e valami Proving Grounds-ba? Tudunk-e valamit csinálni Proving Grounds-ba, ami nekünk kellene? Hú, itt van minden. Advanced Explosives. Spider Suit. Experimental Armor. Ez kettőző kellene. Ez valami Advanced Medkit lenne. Mondjuk az ennyire nem kell még. Advanced Explosives. Ammo? Hmm. De hogy ezek csak páncélok, az annyira már nem kell. Heavy Weapon, mondjuk rakéta helyett, lángszóró. Még az se, akkor szerintem maradjunk az ammónál. Nem. Advanced Explosive szerintem. Jó, oké. Okay. Jó lesz ez így. Ide majd bepakolunk valakit, amint ez kész lesz. Jó, akkor már nincs elég pénzünk a picsába. Ezt akartam mondani, hogy vennénk még egy tudóst. Ami nagyon rosszul hangzik, hogy vennék még egy tudóst, de most nincs mit csinálni. Scanning mode, Gather Intelligence. De nincs, ez nagyon sok, ez ennyi pénzünk nincs. Viszont ezt meg kéne vegyük. Oké. Okay. Először is menjünk ide vissza, ezt építsük meg. Ezt ott elépítsük meg. Boom. Oh. Ezt még sose láttam ezt a videót. Azon miért majd Advent logó, vagy nincs? Welcome to the fight. Yeah. Reading you loud and clear. Zsír. Szóval most már, hogy kapcsolatba akarunk velük lépni, akkor már nem között csak 80 Intel. Ami azért sokkal jobb, lássuk be, mint hogyha 240 kéne. Oké. Okay. Mit tudunk nektek eladni, ami nekünk annyira nem kell? Advent Shield Bearer. Eladunk kettőt, mert hogyha... Nem, már lesz... Már azt hiszem, hogy már leszkendeltük. Mit árultok? Rush Research. Alkan. Az már annyira már nem kell, azt hiszem nekünk, igaz? Alkan Tosszi 4 napja, az már nem fontos. Oké. Okay. Akkor itt azon szkennelünk, mint áll. Nem, ezt még csináljuk még inkább, mert ez 3 nap. Ez nagyon megéri. Zöld is. Egy nap, két nap, side training, oké, okay. Máshogy csak mit tudunk még veled csinálni? A fuse, úgy hallom, hogy a fuse az tök jó igazából, mert felrobbantjuk a gránátjaikat, és az nagyon jól jöhet nekünk. Hogyha van náluk. Lassan őt is elviszük valamilyen kutatásra.
Power, oké. Okay. Júru. Jó, ide tudnánk építeni valamit. Ja igen, ide ezért akartunk építeni, de is feltettem. Power relay-t. Ugye, ezt szerintem, igen. Hír a Jensen, ide került, jó. Akkor ide pakoljunk be valakit, aki ráér, mondjuk Ákost, teljesen mindegy. Kicsit jobban haladjunk. Jó, jó lesz ez. Oké, okay, akkor még szkennelhetünk tovább. Nagyszerű, ezt megszereztük. Jó, menjünk vissza haza. És itt szkennelünk tovább. Meg kell az intel, mindjárt megvan 80 intelünk. Hoppá, Aquanatopsi. Fusion Blade. Ez nagyon szexi. Nagyon-nagyon szexi. Although I am still not entirely sure what the aliens hope to achieve with such a grand design. Ó, szóval tudnánk plazma fegyvereket csinálni. Elévenével, jó, csak azért kell engem, hogy... Oké, ezt építsük meg. Ez kell nekünk. Jó, és akkor plazma fegyverek. Oké, jó, igen, jó. Hey, Commander. I foresee a number of valuable applications stemming from this technology. I'll have a report assembled as soon as the research is complete. Hoppá! View targets. Jó, enemy unknown. Ó, ez valami új jelenség lesz. Enemy unknown, milyen kaktusz már nem úgy. Oké, enemy unknown, oké. Viszont, ami jó, az, hogy nincs... nincs a kódex. Enemy unknown. Difficult. Rapid response. Lássuk csak, hogy mi a hidden eventünk. Out of Project Minor Breakthrough. Oké. Okay. Hát jó, ezért nem kellett volna. Megengedhetjük-e magunknak azt, hogy mikor építünk a következő épületet? 2 hét múlva. Még küldetését mit kapunk? Méget kapunk intelt. Ezért tudós kapunk. Ezért supply-t kapunk. Ezért mérnököt kapunk. Mérnök már annyira nem kell. 11 ellenes. Ó, az ellenséget is ír, hogy hány van. Tehát lássuk csak, ezzel mi történik. Ha már ebben egy terjesen küldetés, ezzel mi történik. Ezek viszont garantált erősítés minden küldetésre. Szerintem ezt kell megcsináljuk. És hát akkor lekenjeljük azt, hogy alig lesz intelünk. Egy darabig. Majd valahonnan majd szerzünk valahogy. Hogy kapcsolatba tudjunk velük lépni. Hogyha bemegyünk, éppenséggel bekerülnénk mégis az Avatar projektbe, akkor sincs semmi baj. Szóval ha nem tetszett a mai XCOM videónk, következő epizódban ezt a küldetést fogjuk megcsinálni, akkor úgy beszéltük. Ja, lesz egy jó kis mérnökünk. Azért azok is kellenek. És lesz valami új. És ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert ez rengeteget segít valamint, hogy újabb jöttök a csatornán. Én azt említem, hogy iratkozzatok fel. Ryder voltam, hamarosan találkozunk, de addig is. Játsz tovább!